Az 1956. október 23-ai történésekre emlékeztek először a Baranya megyei katasztrófavédők pénteken tartott ünnepségükön. Ezután Nagy Csaba, a Baranya megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke átadta a Disaster Medic egészségügyi csomagot az igazgatóság részére. A Baranya megyei önkormányzat adományozza ezt a táskát, és azért, mert a tűzoltóink érnek oda általában először a balesetekhez, és azt szeretnénk, hogy rögtön el tudják kezdeni azokat az ellátási formákat, amiket szükségesnek tartanak a mentők odaérkezése előtt. A táskát azok a tűzoltók fogják használni, akik elvégezték a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ és a Pécsi Tudományegyetem műveleti medicina tanszék speciális képzését. A tanfolyamnak köszönhetően a tűzoltók hatékonyabbak lesznek az elsősegély nyújtásban, másrészt gyorsan, eredményesen tudnak segíteni bajba jutott tűzoltótársaikon. A pécsi laktanyában az első szeren már van egy ilyen táska, ez a megyében a második lesz, hangsúlyozom, az országban ilyen több egyelőre nincs, ez pedig egy másik városban, feltehetően Mohácsra fog kerülni. Az ünnepségen a Baranya megyei katasztrófavédelmi igazgatóság állománya részére szolgálati jeleket, valamint az országos tűzoltó szakmai versenyen elért eredményeikért elismerő oklevelet adtak át.